Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és hát folytatjuk egy kicsit a Terra Nilt. Meglátjuk, hogy milyen új élőhelyeket kapunk, illetve hogy mit kell most rendbe tenni, vagy kitakarítani. Múltkor elkezdtük, az első pályát meg is csináltuk, és hát alapvetően tetszett a játék, szóval mindenképp érdemesnek találom a folytatásra. Hát kíváncsi vagyok. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Sziasztok! Hello, Serit Adri! Ide értél. Nagyon helyes, örülök neki, de azért a tüdődet ne köp ki. Nem baj, hogyha késel. És köszönöm a csírt is. Köszi. Na, úgyhogy akkor itt is vagyunk. Igen. Szóval a legutóbb, hát kicsit figyelmetlen voltam, ugyanis csak 60%-ra sikerült, mert nem minden állatot fedeztünk föl. Itt most megint 6 állat van, akit fel kell fedezni, illetve vissza kell telepíteni. Viszont a legutóbb csak 3-at fedeztünk fel, figyelmetlen voltam, most figyelni fogunk erre is. Ja, jó, zavar, ha kések, ha villák, akkor nem, oké. Megjegyeztem. Na, trópusi környezetet kell most visszaállítanunk, úgymond. Mégpedig valami szigetnek az ökoszisztémáját. Oké, elsősorban az óceánba kell. Hú, igen, hát ez mondjuk nem lesz egyszerű. Oké, Toxin Scrubbers. Jó, tehát meg kell tisztítani a tengervizet. Aha. Érdekes. Na, erre majd kíváncsi vagyok, azt írja, hogy itt nincs annyi folyó. Oké. Jó, tehát első lépés, itt írja, hogy meg kell tisztítani az óceánt. És vissza kell hozni a növényvilágot. Oké. Na, lássuk a mappot. Oké. Na, tehát itt a víz. Szennyezett. Illetve itt van ilyen wasteland, tehát ilyen élettelen föld. Jó, oké, itt vannak a klímacélok. Jó, hát igen, jó, és itt már hőmérséklet is van, tehát nem csak páratartalom. Na, az menő. Kíváncsi vagyok, hogy majd hőmérsékletet hogy tudunk csinálni. Szia, Sheriff! Hello, hello! Üdvözöllek! Mi újság? Jó. Tehát akkor úgy látom, hogy ugyanazok vannak, mint korábban, így kezdőbe. És akkor itt lesz még valami. Ugye a felhőgyár az volt már múltkor is. És akkor itt mi lesz? Hát gondolom, hogy majd a hőmérsékletet lehet, arra kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Na, kezdjük el. Hello, nem ninja Yoda, szia, szia. Holnap állásinterjú. Az nagyon jó. Milyen állás? Nagyon izgalmasnak hangzik. Érdekes.
Megint nem jól ráépítettem ezt a szélkereket szerintem. Na mindegy, most már ott lesz. Unreal játékfejlesztő. Az nagyon jól hangzik. Az nagyon jól hangzik. Hát, ugye sok sikert kívánok, ugye nem szerencsét, mert hát ez nem a szerencsém múlik. Szurkolunk mindenképp, majd ugor be is akkor számolj be, hogy milyen élményeid voltak. Ott Debrecenbe? See you never mind, első. Semmi baj. Nagyon fura. Mindegy, majd rakunk le még itt folyót, meg szilárd talajt, tehát ilyen sziklákat, amire tudunk székereket rakni. Most egyelőre ilyen lesz. Ja, pestiek? Oké. Okay. Hogy itt jeg az angliai élet? Hát, én nagyon jól érzem magam itt. Fogalmazzunk úgy, hogy... Hát, hogy fogalmazzak? Picit olyan pezsgőbb a dolog itt, mint Debrecenbe. Na, egyelőre ennyi ilyen elég lesz, és akkor csinálunk öntözőrendszert. Igen, hát könnyű elfoglalni magam szabadidőmbe. Nem, mintha Debrecenben nem lenne persze, csak... Hát igen. Meg lehet, hogy inkább úgy mondom, hogy több olyan hely van, ami nekem érdekes. Ja, és a teák. Így hát teából... Minden pénzemet teára tudnám költeni. De komolyan. Tehát... Ez katasztrófa. Hogy itt mennyi tea van. És milyen rohadt drága némelyik. Nyilván érthető okokból. Sporulják mellett a gépre is? Hát igen. Oké. Okay. Próbálom kimatekozni, hogy hogy lenne jó. Na mindegy, szóval tényleg... Te az...
Az van sokféle. Csak az ember győzze tényleg felfedezni mindet. Meg kipróbálni. Jó, hát szerintem ezt folytatjuk egyelőre. Ó, és akkor ezzel meg sziklát tudunk az óceán közepére csinálni. Ami azért lesz jó, mert tudunk szélkereket tenni a közepére. Gondolom, de mindjárt kiderül. Így van. És akkor tudunk ilyen. Ja, ezt nem tudjuk letenni. De akkor minek a szélkerék? Lehet valami más lesz majd később. Na mindegy, az most már ott van. Szóval egyelőre jó döntésnek bizonyul az, hogy kijöttem. Aztán majd persze hosszú távon derül ki minden. De egyelőre jó, jól érzem magam itt. Kollégák jók. Jó fejek. Főnök is. Ha nem lesz honvágyam, nem fogom megbánni. Hát, igen, nem azt mondom, hogy nincs olyan dolog, ami nem hiányzik otthonról. Tehát ezt nem mondom. De mindenem megvan itt. Amire szükségem van, szóval egyelőre nincs honvágyam. Úgy különösebben. Külön víztisztító kellene, de az olyanunk még nincsen. Lehet majd lesz, persze. Még kéne 409 Ocean kocka. Fura, mert nem látom, hogy fogja kiadni. Vagy lehet, hogy valamit nem látok. De hát a vízbe ilyet nem tudok rakni. Mondjuk ide tudok. De hát így soha nem lesz meg a szükséges. Na mindig csináljuk tovább, aztán meglátjuk.
Nem vagyok megelégedve megint a geometriával. Tehát ha az óceán szélére csináljak követ, de olyanunk nincsen. Még. Tehát azt én folyópartra kéne rakni, vagy ide. De az a baj, hogy... Nem tudom. Tehát rakjam le a... És akkor így körbe. Hát igen, ebben mondjuk van a ráció. Köszi, nevermind. Na, hát akkor próbáljunk meg így. Na, szóval egyelőre tényleg minden szuper itt. Sokszor van az az érzésem, tudjátok, amikor elmentek nyaralni valami fasz a helyre. És... így... te ott... bókláztok, meg mit csináljátok, amit lehet, és akkor így mondjátok magatokba, hogy fú, biztos menő lehet itt lakni. És akkor milyen jó lehet. És akkor én is sokszor voltam már így, akár Windsorban, de akár bent Londonban is, hogy fú, ez az érzés elkapott, aztán utána rá is jöttem, hogy hát basszus, én itt lakok. Tehát ez azért így alapvetően szerintem sokat elmond a helyzetről. Tehát, hogy érzem magam itt, úgyhogy... ja. Nem biztos, hogy így a legjobb, de nem baj, most már így lesz. Oké, okay. És akkor még szerintem ide is rakhatunk. És meg is van. Sandbank. Creates a small island on which buildings can be placed. Oké. Okay. Jó. Szuper. Hát csak locsoljuk már be ezt is, nem? Oké, okay. Meg még ide is lerakunk szerintem egyet.
Nem gazdálkodunk most túl okosan ezekkel a erőforrásokkal, de most ez így alakult. Jó, na és akkor mehetünk is tovább. Oké, biodiversity, ugye ez a legfontosabb. Legyenek tengerpartok, mangroveerdők és trópusi esőerdő. Tehát csak ennyi, semmi más. Easy peasy. És kell valami monorail network. Tehát konkrétan itt vasútra gondol. Na ezt majd megnézzük. Most ezt nem pontosan tudom. Jó, kaptunk egy csomó új dolgot. Na. Hidropónium. Oké, ebből lesz vizes élőhely. Ugye, mi kell? Ja, igen, irrigator kell, de olyanunk van? Nincs. Ja, hogy ne lenne irrigator. Bocsánat, este van már. Oké. Jó, hát Sandbanket. Egyelőre most nem tudom, hogy kell-e. Majd kitaláljuk. Oké, ebből lesz vizes élőhely. Egy kombasztor kéne. Hogy mi? Combustor. Tehát főgyújtja a növényzetet, hogy melegebb legyen a klíma. Oké. Okay. Jó. Na várjunk. Hogy is vagyunk? Hát ezektől még nagyon-nagyon messze vagyunk. 2 fok van. Az nem meleg. Meg 34 százalékos a páratartalom, az még nagyon alacsony. Jó, itt vannak a célok. Oké. Okay. Jó, a Cloud Seeder az akkor hatékony, hogyha vizes élőhely köré van építve. Szóval, kéne egy viszonylag nagy vizes élőhely. Ez viszonylag nagy. Úgyhogy akkor ide letesszük. És akkor arra tudjuk rátenni. Ide mondjuk. Az egyből 10%-ot dob a páratartalmon. Szuper. De itt mintha az óceánt is írta volna, hogy... nagyon jó. Tehát az óceánból is tud felhőt gyártani. Szuper. Hát akkor lehet, hogy oda kéne letenni. Jó. És egyből be is indult ugye a dolog. Jó, tehát aminek csak páratartalom kellett. Ha, de itt viszont az az érdekes. Hogy itt 10% alatt, 10 fok alatt kell, hogy legyen a hőmérséklet, csak akkor lehet. Jó, úgy még akkor hamar megcsináltuk. Jó, hát igen, a többi ez mind emelni kell a értékeket. Fú, ez nem tudom, hogy lesz meg. Na mindegy.
Csináljuk, aztán majd kiderül. És akkor ez mit gyújt fel? Surrounding vegetation. Aha. De mindent? Hát úgy néz ki, hogy mindent. Na nézzük. Oké. Ah, vándormadarak visszajöttek. Vagy hát vonuló madarak. Nekik 15 fok kellett. Na, 17 fok az már majdnem olyan, mint a helyi időjárás itt. Egy csodálatos nyári napon. Oké. Meg letesszük ide. Oda. Hova tegyük? Hát sok lehetőségünk nincsen. Az óceánt főgyújtani az nem lenne túl 200 IQ, szóval... Hát... Marad ez. Jó, és megjelentek a rákok is. A tengerparton. Jó. Na, akkor kéne még... Még hőmérséklet, még páratartalom. Tizenkettőtől 18 hatósági? Mhm. 17 az már majdnem pazarló, igen. Hát igen, mondjuk aki 18 fok alatt fűt egy közintézményt, attól megkérdezném, hogy anyukája hogy van, de... Na ne menjünk ebbe bele. Sőt, 21 fok alatt is megkérdezném már, mert... Na mindegy. Az a jó, hogy mi bent megoldjuk, mert körülöttem mindenki deep learninggel foglalkozik, szóval... Én sose fázok az irodába. Oké. Na, van új épületünk. Litárium. Ó! Ebből lesz tengerpart. Csináljunk tengerpartot. De hova? Ja, az lenne jó, hogyha minél nagyobb lenne. Minusz 6. Jó, plusz 44, ez mennyi volt? Plusz 27. Valami jó nagy tengerpartot csináljunk. Hát mondjuk ezt. Nice, ott a rák. Ez egy ideális tengerpart, azt mondja a játék. Van nagy rák, meg kis rák. Oké. Még kéne... Tenger. Oké. Okay. Még 25. Ez ellocsol addig? Nem annyira. Nem jól optimalizálunk. Azt kell, hogy mondjam. Még 25.
Érdekes. Jó, akkor még ide is rakunk egyet. Ja, vetlen, nem is óceán kell, nem vetlen, ah, de hülye vagyok. Na mindegy, nem baj. Előbb-utóbb úgyis meg kellett volna csinálni. Ilyen kell. Nem figyelek. Hát... Oké, és akkor ez Salinator. Jó, hát ez sós víz, sós vizet csinál, és attól fognak majd mangroveerdők nőni. Hát ezt ide le tudom tenni, alapvetően. És akkor ezáltal akkor ilyen mangrove mocsárra. Nice. Oké. Na. Mangrove, hát a fele már megvan. Kell még beach, coral reef, tropical forest. Sok minden kell még. Oké. Na. És itt ezt fölgyújtottuk, akkor gondolom majd ide lehet trópusi esőerdőt telepíteni. Csak ha már ez ilyen jó karbongazdag talaj lett. Állítólag. Nem ezt akarom. Hanem akkor... Esetleg kipróbálhatnánk ezt. Hogy ez mit csinál. Oké, okay, az ott egy földarab, és ide tudok rakni ilyen detoxikálót. Nagyon jó. Teszünk ide is. Oké. Okay. Ezt a földarabot kéne még itt rendbe tenni. Én maximalizmusomban nem nagyon fér bele, hogy így egy kocka kimarad, de nem baj, megbirkózok vele. Nem tökéletes, de nem baj. Oké. Jöjjünk erre tovább. Hogy kéne ezt? Hát... Meglátjuk, hogy el fog addig érni. Szerintem amúgy el. Ugye... Leteszünk ide egy földarabot. Pont nem ér végig. Nem baj. És teszünk ide is egy földarabot. Ide nem tudom miért nem lehet. Ez elég szomorú. De is figyelni, hogy ne legyen túl messze a szélerőműtől, mert akkor nem ér el odáig a kábel. Ugye?
Jó. Szerintem rakunk le ide is. Az a jó ezekben, hogy ezt majd a végén el tudjuk mindet tüntetni. Oké, és akkor ezt még be kéne locsolni. Jó, hát... Szerintem ezt is meg tudjuk még itt. Nem tudjuk, ide miért nem tudok tenni ilyet? Ez szomorú. Ez túl messze van szerintem a erőműtől. Hát most azért, hát... Jó, visszatérünk majd ide. Mert ide külön le kéne tenni egy ilyet. Meg egy szélerőművet, meg... Majd, hogyha nagyon elkap a maximalizmus a pálya vége fel, akkor megcsináljuk. Jó, na hogy állunk? Kéne még egy felhőgyár. Most nem tudok sehol tenni. Ja, de. Aha. 11%, 10%, 20%. Páratartalmat kéne növelni. Most volt egy 20%-os opció. Úgyhogy akkor azt... Azt ki is használjuk. Oké. Jó, hát páratartalomban úgy állunk, hogy már csak egyet kéne növelni. Az viszont jó nagyot. Mondjuk szerintem még az is meg lehet egyébként. Miki 99%. Pű! Tessék! Ott is van. 100%-os páratartalom. Jó, és most a hőmérsékletet kéne növelni. 40 fokig. Azt mondja, 40 fokban megjelennek a szitakötők. Hát, megjelenik az hamarabb is. Az a helyzet. De nem kell az 40 fok. De jó. Növelünk majd azon is. What? Ah. Ez érdekes. Hogy mi? Tehát egy sziklafal kell neki. Na várjátok, ezt próbáljuk ki. Oké, leteszek oda egyet. És akkor most mi van? Ah, oké. Igen, és akkor ilyen háromszögbe kéne. Így. Micsoda első erdő. Azt hittem, hogy erre a fölgyújtott részre is nőni fog. Shit. Vissza az egész. Ah.
Akkor valamit csinálni kell ezzel a fölgyújtott résszel. Nem tudom, hogy beöntözni be tudjuk. Gondolom, hogy be tudjuk, csak hogy... Ja, hát be tudtuk. Oké. Jó, és akkor most letesszük a harmadik lábát a dolognak. Nem optimális ez így megint. Nem tudtam, hogy hogy működik az a baj. De elég csak ez csak. Pillars connected in triangles. De akkor csak háromszöget? Most mi van, ha leteszek ide egyet? Meg leteszek ide egyet. Jó, ott akkor kinő az esőerdő. Oké. És hogyha teszek ide is. Jó, oké. Na, akkor most már azt hiszem értem, hogy hogy működik. Jó, tehát ilyen mesh formában nő a dolog. Remek. Na, mennyi esőerdőnk van? 42%. Hát akkor még lehetne rakosgatni, de nem? És ez növeli a hőmérsékletet is. Ó. Mondjuk, igen. Logikus. Jó. Na, egyelőre megállok az esőerdővel, mert nagy elroncsunk valamit, és aztán a többire meg nem maradjon. Jó, 50%-os biodiverzitás kell. Hát, na jó, most ez miből? Ja, gondolom összesen. Jó, mondjuk ezt kiírhatná, hogy hol tartunk ebbe az 50%-ba, de... Na mindegy, még most külön-külön van. Nem baj. Oké. Hát tudunk még tengerpartot csinálni, meg mangróverdőt. De ugye a mangróverdő vizes élőhely kell. Jó, csináljunk beach-t. Csak hogy ilyen szépen mondjam. Mondjuk ha... Igen, ha valahol a tengerpartot csinálunk, oda már vizes élőhelyet nem nagyon lehet. De mindegy, kell ez is, az is. Úgyhogy tök mindegy. Oké, és akkor vizes élőhelyet megtelepítünk. Hát ide mondjuk. Hát nem, sehogy se jó. Hát legyen itt. Oké. És akkor ebből kell majd mangroverdőt. Ezzel. Igen, ó, és itt már eleve mangróve van ugye a tengerparti részen. Oké. Jó. Hát ez egész jól fölment. Na és akkor meglett az 50%. Akkor
nyilván az összesből gondolta az 50%-ot, és akkor ez monorail node. I love the movement of buildings along the monorail network. What? Sziklára tudom építeni. A puding próbálja az evés, azt szoktuk mondani. Oké. Okay. Activatable ability. Move a building from in range of this monorail node. Át tudom vinni az épületet? Na várjatok. Mert akkor... Hát mit kéne, mit kéne elvinni? Minek van értelme? Ezt a, hát mondjuk ennek most pont nincs. Na várjatok, mekkora range van ennek? Hát nem valami nagy. Bonyolódik a helyzet. Na ugye az a kérdés, hogy mit kellene és hova vinni. Mert most úgy tűnik, hogy... Hát mondjuk... Hát azt a... az egyik detoxikálót el tudom hozni. Most ennek lehet, hogy semmi értelme nincs. De legalább kipróbáljuk. Oké, és akkor... Igen. És akkor ezt áthozzuk. Ide. És átvitte az épületet. Jó. Mindegy. Nem biztos, hogy erre nekünk amúgy különösebben most szükségünk volt. Ennek meg valószínű semmi értelme itt, de mindegy. Coral Lab azt mondja, hogy tehát Coral Zátonyt csinál most tömören. És akkor ezt le tudom tenni egy öntözőre, amit a monorélen keresztül el tudok vinni az óceánba. Na de akkor. Ezt úgy kéne, hogy legyen óceán a monorélnek a range-ébe. Ezt nem azért mondom így, mert már elfelejtettem magyarul. De remélem értitek, mire gondolok. Szóval... Lerakom egy öntözőre. Ez pont nincs range-be. Az az öntöző. Hát mondjuk le tudok rakni ide egy... egyet. Aminek persze most nem sok értelme van, de... Legalább valami. Legalább kipróbáljuk, hogy tényleg így működik, ahogy gondolom. És akkor rátesszük ide.
És ezt pedig át tudjuk hozni ide az óceánba. Igen, és akkor ott nő egy kis korallzátony. Na, akkor jól értettem, hogy hogy működik. Jó. Hát akkor ezzel még lehetne játszani egyébként. És akkor elvileg mindenünk megvan. Igen, mindenünk megvan. Ja. Na, föl kéne még gyújtani pár dolgot. Csak hogy... hát az óceánt, ennek nem sok értelme van. Mi kell ennek? Áram, meg szikla. Hú, itt nagyon sok fogyasztónk van. Ami nem jó. Igen, nagyon fontos. Hát ez 3 fokkal emeli meg. Igen, most nem kaptunk ilyen sziklát. Vagy ilyen sziklagyártó cuccot, ugye, amit a folyóba tudunk lerakni. Hát most kaptunk olyat, amit az óceánba, viszont az nem annyira jó nekünk most. Na mindegy. Esetleg tudok olyat, hogy ide a... valóban közelbe. Tehát így a tengerpartra rárakok egy ilyen sziklagyárat. Hát nem, mert ezt látod így folyóban nem tudom lerakni. Tehát csak tengerbe tudom. És ha ide rakom le mellé ezt a gyújtogatót, akkor hát kisebb területet gyújt fel. Ami hát nem baj igazából, csak nem annyira hatékony. Na, mit gyújtsunk fel? Hát nem a mangrovét. Ezt a sima gyepet kéne. Hát mondjuk itt mondjuk van sima gyep elég sok. Hát... negyven fokig... Mondjuk ezt is arrébb lehet vinni. Csak ennek nincs értelme. Jó. Csináljunk még akkor ilyen sziklás részt. Hát itt is tudunk még gyújtani elég sokat. Csak itt ezt akkor be kell öntözni. Nem jó ez így. 3 fok. Legalább van kókuszpálma is most már. Jó. Majd térünk vissza az élőhelyekre. Azt mondja, hogy kéne még beach, mangrove, mert ezekből már nem kell sok. Foglalkozzunk ezzel a mangrovéval. Szerintem. Ja, valamennyi vizes élőhely még kellene.
Tökéletes, ennyi kellett, meg is van. Mert itt a tengerparti rész az átalakult mangrove erdővé. Nagyon jó. Pacek, ez meg is van. Jó, jött az esőerdő. Szerintem az se lesz vészes, mert itt van elég nagy zöld terület hozzá. Szóval szerintem... Hát itt ezt be kéne öntözni. Csak hogy tuti legyen a dolog. Oké. Oké, megvan az esőerdő is. És amúgy ez is növeli a hőmérsékletet, szóval... akár ezt is lehetne hasznosítani rá. Na mindegy. Jó, jön a tengerpart. Ugye az ez kell. Hát, még erre van azért lehetőség sok. Jó, ez is megvan. És akkor a kora az átony kéne. Hát lehet, hogy az lesz a nehéz. Ha. Csak is medúzák vannak itt. Oké, hát itt ezen a részen tudnánk sokat. Sokat létrehozni. Ide ledobok egy ilyen monorail nódot. És akkor hogy is volt, hogy korallabb. Hát remélem ez range-be van. Nem látom jól, de szerintem jó lehet. És akkor ezt megpróbáljuk átvinni ide. Oké. Jó. Hát azért még kell. Basszus, és ez nem is olyan egyszerű ezt a monorélt így kimatekolni. De még nagyon messze vagyunk a jótól. Mindegy terület van, szóval emiatt nem aggódok. Na, akkor kéne ugye irrigator, tehát itt van egy öntöző. És akkor monoré... nem ez kell, nem ez. Nem jó. Nem ér el addig. Lehet, hogy akkor ide leteszünk egyet. Hát, ez reméljük, hogy innen el fog érni. Igen. Ide. Erre rárakunk egy ilyen labot. Majd átvisszük. Ide. Remek. 61%. De itt szerintem még tudunk ezen javítani. Ez még toxikus, ráadásul. Sose legyetek toxikusak, ez nagyon fontos. Ezt is kitakarítjuk, ha már itt vagyunk. Hát, nagyjából kitakarítjuk.
Oké. És akkor erre megint ráteszünk egy ilyet. Mondjuk ide nem engedett építeni, ugye? Igen, ami nagyon fura. De hát nem vagyunk tőle messze. Ezt a részt akarom rendbe tenni, de hát mintha nem lehetne. Hát nem tudom. Érdemes-e ezzel foglalkozni? Nézzük meg. Ugye ennek most nincs a közelébe szélerőmű, úgyhogy kell egy ilyen. Oké, na és akkor még egyszer megnézzük ezt a korallabot. Oké, és akkor át kéne hozni ide. Így. Mert itt akkor megint egy csomó korallzátonyt kapunk. Ja, 77%. Jó. És ó, jó. Ide leteszünk még egyet, ide rakunk egy öntözőt. Így van, hát ez deficites, de semmi baj. Mert ezt mindjárt vissza is kapjuk. Ugyanis ezt itt át tudjuk szállítani, mondjuk ide. Így. És meg is vagyunk. Tökéletes. Jó. Na, és akkor itt írja, hogy a monoréleken keresztül lehet újrahasznosítani. Igen, és akkor tulajdonképpen az űrhajónk fogja elvinni megint a cuccokat. És ugye az állatok. Na, most kell erre figyelni. Ugye, hogy 6 állat van. És itt megint 3-at ír. Tehát a 3 lesz, gondolom, az, ami kell a Z-hez. De mi most megpróbáljuk mind a 6-ot felfedezni. Egyébként itt 6 van. Na mindegy, figyelmetlen voltam a múltkor. Ennyi a lényeg. Jó. Oké, megint van observatóriumunk. Recycling silo. Airship. Oké. Jó. Na, csináljunk-e még valamit? Szerintem akár kéne is, mert hogy ugye a hőmérsékleten még kéne növelni. Szóval pár dolgot föl lehetne gyújtani. Okvetlenül. Csak egyik se túl hatékony. Hát itt 5 fokkal megnőne. Mennyi kell? 40? Ó, hát ez meg lehet. Pif. Oké. Thunderstorm van. Nagyon jó. És hát szerintem még egyet le kéne rakni valahova. Na jó, lehet, hogy nem egyet, de... De ezt. Ide. Nem nagyobb egyenlő, hanem nagyobb. Igen, ez egy fontos dolog. Na és akkor megvan ez is. És akkor ez mindegyik opcionális cél megvan. Szuper! Na, akkor most jönnek az állatok. Observatory. Oké. És akkor, hogy is volt ez, hogy scan,
Na, szkenneljük le a mangrove erdőt. On a small island. Ah, esik az eső. In range of at least 10 beach titles. Tehát egy kis szigeten kéne lennie. Úgyhogy... Hú, már el is felejtettem, hogy hogy van. Oké. Okay. Ja, várj, a beach. Ja, igen. Tehát tengerpart kell neki. Small Island. Hát, nézzük ezt. On a small island, in range of beach. De most építsek szigetet, vagy mi legyen? Mert... Small Island. Tehát tíz tengerparti... Ez nem sziget. De. On a small island. Jó, fogadjuk el. Egyébként ez a teknős. Nagyon jó. Jó. És akkor itt vannak a teknősök. Nice. Akkor a teknős megvan. Nézzük a következőt. Hát szkenneljük be itt a esőerdőt. Hát ez nem az. Szóval at least three river ties. Tehát kell neki folyó. Tehát édesvíz. Hát nem lettünk közelebb. What? Tehát óceán közelbe kell lennie, coral reef és folyó. Vannak igények. Oh, shit. Ez nem jó, mert... Hát jó, végül is a Coral Reef, meg az Ocean Tiles az kéz a kézbe jár, tehát hogyha az egyik megvan, megvan a másik is. Ugye a Six Coral Reef, az Six Ocean Tiles, most az még plusz kettő kell, az oké. Okay. Ugye a folyóval vagyok egy kicsit bajban. Mert az itt nem nagyon van. Hát, esetleg úgy tudnánk... Hát, csináljunk. Az a baj, hogy ez itt már nem folyó, mi? Hát... Nem, ez itt amúgy is messze van. Folyót most nem tudunk csinálni. Fent balra. Balra, igen. Hát ide. Ide kellene korallzátony. Mert, hát igen. Igen, ide. Mert itt az ocean megvan, a river megvan, akkor ide kell egy korallzátony. Jó.
Na. Csak úgy viszem oda. Ugye itt van egy irrigátor. Hát elére az innen. Hát építkezzünk. Szóval kéne ilyen. Akár még jó is lehet. Akár még jó is lehet. Oké. Csak legyen annyi tile. Ó, szerintem lesz az. Na nézzük. Ó, a mantaray. Rája? Hol a rája? Ott van. Ott úszik. Hát a Twitch-en nem látszik, majd YouTube-on megnézitek. Ott fog. De ott van. Jó. Szuper. Kettő állat megvan. Ez mi? Ja, a recycle ezt. Jó, ott még nem tartunk. Oké. Na. Harmadik állat. Valami esőerdei csak lesz. Ó, is van. Azt mondja, hogy Tropical Forest. No buildings in range. Igen, ez lehet, hogy baj. Na, valahol, ahol nincs épület. De azt mondja, hogy in range. Ja, lehet, hogy a... Érdekes, hogy ezt nem fogadja el. Hát, rosszabb esetben azt csináljuk, hogy elkezdünk recycle-ölni. Tehát eltüntetjük a épületeket. Oké, és akkor elvileg... Na, most pont nem jól csináltam. Mert elvileg ezzel a dróttal el tudnánk szállítani. Tehát ezen a monorélen. Vagy... Na, várjatok. Igen. Jó, a monorail el tudjuk szállítani. Ennek örülök, ez így akkor egyszerűbb lesz jóval. Oké. Okay. És akkor hát, ha most már... Jó lesz. Egy papagáj. Ott is van. Ott repked a... Az ara, meg a mindenféle. Amiknek a nevét sose tudom. De van most már papagájunk is. Szuper! Na, menjünk tovább. Oké, azt mondja, hogy kell neki wetland, tehát vizes élőhelyet igényel.
Hát abban mondjuk nem olyan sok van, mert ugye a legtöbbet átalakítottuk mangrovéval. Igen, meg kell neki tengerpart. Hát akkor csináljunk vizes élőhelyet. Valahol a tengerpart közelébe. Azt mondja, hogy itt van tengerpart. Hát, ennek van értelme? Lehet, hogy nem lesz elég a vizes élőhely, mi? Hat? Ez, hogy outdated. Nem, mert 10 kell neki. Hát akkor ennek nem volt értelme. Nem baj. Akkor megcsináljuk ide. Valami itt fura, de szerintem azért fura, mert fölgyújtottuk. De akkor ide építünk egy öntözőt. És teszünk rá vizes élőhelyet. Hát... valahova ide. Ugye arra figyelni kell, hogy ne alakuljon át mangrovével. Így. Jó, ez itt most vizes élőhely. Ez itt tengerpart. Szóval... ott is van a flamingó. Oké. Jó, és ott... szedegetnek. Jó, szuper, szuper. Na, menjünk tovább. Na, ez mi lehet? Fogadjunk, hogy ez egy cápa. Na, szóval kell neki 20 fok vagy magasabb, meg coral reef. Mi egyéb kellhet neki? Mangróve. Olyanunk van mangróve közelébe kora az zátony. Nincs mi. Semmi baj. Csinálunk. Ide, itt a mangróve. Csak ide csinálunk kora az zátonyt. Hogy kéne? Oké, de kéne nekünk monorail. Hát el tudom én ezt egyen is szállítani, nem? Mint... na, ezt most kipróbálom. Oké, és akkor monorail. Ó, hát simán. Pak. És ott is van. Jó. Szkenneljünk. És ott van a cápa. Reef shark. Hát valamilyen cápa. Maradjunk annyiba. És ott úszkálnak. Szedegetik a halakat. Jó, na még egy állat van. Azt mondja, hogy ez egy emlős, ami úszik. Távol a szárazföldtől. Jó. Igen, 20 ocean tides, deep ocean, no landing range. Oké. Okay. Ja, akkor azért nem engedett ide... nem, nem azért. Na várjunk, próbálj ki ezt. Ott is van a nagy bálna. Meg is találtuk, úgyhogy ez is megvan. Sz
Szirti cápa, köszönöm, köszönöm. Reef Shark. Na de hol a bálna? Ritkán jön elő. Hát most ő úgy döntött, hogy nem jön elő. Én nem látom itt a bálnát. Na mindegy. Jó. Na, tudunk-e még mit csinálni? Azt mondja, hogy... Azért elég jó ki van tisztítva most már a hely. Van tengerpart, van... Vannak rétek, mangrove mocsár, vizes élőhely, korallzátony, esőerdő. Hát, kell itt mit csinálni? Szerintem... Már csak takarítsunk el, nem? Elég jól néz ez ki. Ja. Ja, takarítsunk ki. Nincs már itt mit csinálni. Na, akkor szállítanunk kéne ezt. Na, ez majd érdekes lesz, hogy... De van ilyen vizes recyclerünk is. Úgyhogy akkor majd azt arra fogjuk. Oké. Jó, hát lehet, hogy ezt nem tudjuk még, nem tudjuk már máshol vinni. Hát még itt, igen. Oké. Hát ez a pár kocka, ez bosszant, hogy ezeket nem fettük le. Nem baj. Oké. Jó, erre nincs több. Hát még ezt le tudom szedni. De lehet, hogy akkor most már építünk másikat. Hát igen, az esőben így van, azok eltűnnek majd. Jó, akkor ezen a monorélen más már nem tudunk, úgyhogy... Mert a Recycle Station az... De szóval tudom letenni? Már nem is emlékszem. Ja, ez kell az Airship. Ah, jó. Oké, hát azt letesszük. És akkor... Ez. Jó, de várj, ez hogy működik? Ja, hogy ez megy végig a... monorélen. Ez meg Rockhopper. Az igen. Ez meg arrébb teszi a követ.
bonyolítják itt a helyzetet. Nem tudom, van-e bármi értelme. Nincs. Most akkor... Jaj, hogy ez küldi ki a recycling drónt. Jó, csak mondjuk annyi, hogy már itt én összeszedtem mindent. Na mindegy, akkor... igen, stratégiai játék, az a feladat, hogy bonyolult legyen. Mert rohadt unalmas lenne. Jó, hát akkor azt tudjuk, hogy építünk ilyen monorail networköt. Tehát a köveket arrébb dobáljuk. Ide akarok lejönni. Most építenem kell ide. Jó, akkor építünk. Na és akkor reméljük, hogy így most már mindent összeszed. Na és akkor nézzük ezt a beacont. Mert ugye akkor ezzel jön a drón. Onnan. Így van, ott jön is a drón. És akkor nem kell letennünk ezt az épületet. Hanem akkor a drón összeszedi. Oké, okay, meg leteszünk egyet ide is. Ó, ez ott pont nincs range-be, ezt említem el. Semmi baj. Ez már range-be lesz. Oké. Okay. Okay. Hát... Lehet, hogy ide is le kell tenni egy sziklát, hogy itt át tudjon jönni. Ezeket hogy fogom összeszedni? Na mindegy, majd ezen a hídon átmegyünk, ha odaértünk. Úgyhogy akkor át kéne jönni ide. Mondjuk... Ó, és nem ér el oda. Egyenként? Hát lehet, hogy egyenként kell majd. Meglátjuk. Hát... Hát, hogy ezt lebontanám így. Mert itt van egy monorail network. És szerintem ott range-be lesz, hát majd meglátjuk persze.
és akkor hát ezeket kéne összekötni. Hát reméljük, hogy egy ilyen köves cucc elég lesz. Elégnek kéne, hogy legyen. És akkor ide leteszünk. Ah, nagyon jó. Nagyon pacek. És akkor a beaconnel jelzünk, hogy ide kéne jönni. Hát ez nagyon-nagyon jó. Ennek nagyon-nagyon örülök. Jó, hát igen, ezt valahogy meg kell még oldanunk. Ez itt van közel, ez nem vészes. Jó. Oké. Jó, akkor küldünk ide is egyet. Ez is összeszedi a legtöbbet. És itt is majd már csak a monorail marad. Meg ez. Ha, ez a pillar. Ne, hát csak lesz valami, amivel le tudom szedni majd a izét, nem? És tényleg egyesével a monorért le kell így. Az úgy, na mindegy. Jó, hát ez leszedi, ez kétségtelen. Jó, akkor meg lesz ez a oszlop. Bemegy a bótba oszlop. Erre már nem látok semmit, és akkor most el kéne jönnünk erre, ebbe az irányba. Van itt... Aha, hát igen. El tudunk jönni erre. Így. Oké, és akkor a beaconnel... Azt pont nem érjük el. Nem baj, ide tudunk tenni egyet. Oké, hát... Megint sokat költünk hülyeségre, de nem baj. Oké. Jó, hát ha jól látom, itt már csak a monorail van. Azzal meg vacakoljunk majd később. Ha nem, és akkor lehet, hogy itt kéne valahogy utat találni. Pont nem jó. Nagyon jó. Jöhetnek ezek. Szuper, és akkor már csak itt a sarok van. Ide is kéne monorélni, hogy... Hát messze lesz az. Nézzük meg. Nem, pont jó. Szuper. Akkor meg is van ez is. És akkor már tényleg csak a monorél van hátra.
Hát, ha nem kell azokat egyesével leszedni. Föl lehet gyorsítani. Ah, van több. Mondjuk jó. Na, látok, mert itt kéne építeni is. Így mondjuk akkor annyira nem vészes. Na, és meg is vagyunk. Ugye akkor minden gól megvan. Így van. Na, most megcsináltunk mindent. Mondom, ez itt nagyon bosszant, de most akkor megvan minden. Viszlát! Hát itt egy kicsit csupasz. Ez egy kicsit zavar, de nem baj. Oda építhettünk volna izét. Mangrovét vagy valamit. És a kis trópusi élőhelyünk itt meg is van. Ott vannak a kis teknősök, cápák, papagájok, minden van. Nagyon chill. Na. Esetleg pillancsunk rá, hogy mi lesz a következő. Csak a kíváncsiság kedvéért. Miért 70%? Mert lehet, hogy nem minden élőhelyet telepítettünk be. Na nem baj, legközelebb majd mindenhova valamit rakunk, tehát nem maradnak ilyen rétek, hanem mindenhol lesz valami. Na nézzük meg, mi a következő, csak pillancsunk rá. Polar, tehát sarki. Tundra. Hát ezt most itt hirtelen meg nem mondom, ez valamilyen ilyen nagyon gyenge, ilyen zuzmós, akármicsoda. Ha jól értem. Kelp Forest, ez a... Hát ilyen tengeri, hatalmas ilyen növények. Most nem úgy hínár, de nem hínár. Nem tudom, mi magyarul a kelp. De ilyen hatalmas víz alatti növények. Ilyen több méteres ezék. Forest, az meg mondom fenyőerdő. Állatok, és ugyanígy van klímacélok. Kelp hínár? Jó, akkor legyen hínár. Hát én nem esküdnék meg feltétlenül, hogy
itt arra gondol, de jó, legyen az, legyen hínár. Majd utána nézek, most nem vagyok ebbe biztos. És ez egy vulkáni gletszer. Na hát, tengeri hínár. Legyen úgy. Oké, never mind. Jó. Na hát, ezzel fogjuk legközelebb folytatni ezt a játékot, mert biztos, hogy fogjuk folytatni, mert nagyon kis chill, meg kis satisfying dolog. Majd tényleg erre figyelünk, mert ez a 60 meg 70%, hát ez tulajdonképpen mindkettő elégtelen. Az én osztályozásomban, szóval. Jó, na, folytatjuk. Még nem tudom, hogy pontosan mikor. Valószínű jövő héten. Lehet, hogy ez a játék ilyen keddi stream lesz, de majd meglátjuk. Mindenképpen. Na. Menetrendet látjátok, holnap gyűrjük még egy kicsit a Settlers-t. Nem akarunk még ilyen korán pálcát törni a feje fölött az a helyzet. Eddig azért annyira nem győzött meg, de folytassuk, hát ha a későbbiekben jó lesz. Úgyhogy holnap folytatjuk is. Hát szerintem a harmadik pályával, vagy hát a harmadik küldetéssel, de nem tudom pontosan megmondani. Meglátjuk holnap. Addig is. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmet, legyen további kellemes estétek, találkozunk holnap is. Köszönöm a csírt, szavaztok!